itt a Városháza udvarán, a Városházi Esték sorozat harmadik előadásán. A harmadik estére sikerült úgy szerveznünk ezt a programot, hogy Boros Gyulával együtt köszönhetjük Önöket. Fehér Bolygóról van szó, a méltán híres, és hát azt kell mondani, hogy méltatlanul elfeledett cigány primásról, aki 170 éve született, és az ő születésnapja alkalmából jött össze ez a mai este. Ki volt Fehér Boldi? Lánkori nevén Vejszlipó. A Vásárhelyen, illetve Makón zeneiskolai igazgató, és a Dankó Pista idejében volt ebben a beosztásában, és a Dankó Pista beteg volt az egyik ilyen külföldi út előtt, ami a párizsi világkiállítás volt, és akkor fölkérték Weiss Lipótot, hogy menjen el a Dankó Pista zenekarával. 4 aranyérmet szerzett, a Röpűfecske számmal lőtt az első. Az érmeken túl a zenekar nyert, és hát nem legenda, mert kézzelfogható a ma is a tárgy, nyert egy babérkoszorút, aranyozott babérkoszorút. És hát a zenekar tagjai úgy gondolták, hogy hát egy-egy levelet magukévá tesznek ebből, és hát mindenkinek jut valami a gázsunk túl, meg az érmeken túl. És hát persze nem tudtak megegyezni, hogy kinek hány babérlevél jusson, aranyozott babérlevél. Mire aztán Fehér Poldi úgy gondolta, hogy hazajönnek Szegedre, és a koszorú Szegednek adományozzák. A Somogyi Könyvtárban ma is megtalálható. Én azt gondolom, hogy a mi asztaltársaságunk, aki ennek az úrnak a nevében tisztelettel megalakult, vállalta azt a megalakulásaival, hogy minden évben 2 darab ilyen nótaestet tartunk. Egyéb iránt azt kell mondani, hogy ő igazi csodagyerek volt. 6 éves korában már Amerikába koncertezett. Mi beadtunk egy kérelmet a Műemlék Irodának, hogy szeretnénk egy emléktáblát állítani a Fehér Lipótnak. Ez egyébként a Dáni János utcában lesz. Ott lakott ebben a házban nagyon sokáig. Egyébként ő maga mondja, hogy valahol Gyöngyös felé vezető úton született. Jó szórakozás, egy nagyon jó szórakozás. Kérjük szépen a zenészeket. Ifjú Sárközi Lajos. Junior Prima Primissima díjas. Primás vezetésével.
Thank you.
ide-oda hordjon. Szegény katonának urgató a sorsa. Ma még piros élet, holnap fehér álló. Ne sajnál csókod Oh.
Yeah.
sárga a higó, kerek a cipó, hova vág édes út a fordulája. Yeah.
De aki a babáját igazán szereti, akár milyen, Bye.
Szintén olyan, amelyet mi nagyon szívesen énekelünk. Úgy fent a felvidéken is, nálunk, és hát itt is a tulajdonképpeni hazánkban. És hát ezzel a dallal szeretnénk megköszönni a megtisztelő meghívást, azt, hogy mi ketten, Bőzsi Szabó Lászlóval, ha itt lehetünk Szegeden. Köszönjük szépen! Adjuram Isten először, de utána kevesen a utána jön az, amit most a igen. Barátunk el akar kezdeni, igen, igen. De mindenütt hálván jártam a határ.
mesét az esti szép, halkan suttog a szíve igény. Elmondja, hogy már nem szeretem, piros rózsát végen megvetem. Elmondja, hogy már nem szeretem, piros rózsát végen megvetem. És most akkor vidámabban szeretnénk folytatni, mert hogy eddig is vidámabb voltunk, meg komolyak is voltunk, meg magyarok is voltunk, és leszünk is, de most operettezni szeretnénk, és hát szeretnénk azt is, hogyha önünkkel együtt énekelhetnénk.
kicsi lány, minden süsok, amit én szabadok, az egy tiszta dolog. És csak rám ilyen férfi balán, de hogy Istenem cipőlapán, ilyen férfi a rokkant rikkár, hogy a sebtek ilyen több nincs, aki tudja ezért könnyelmű ilyen rikkár, megbecsülendő kincs.
Köszönet részlet műsorunk végére. A magyar lánynak magyar legény a babája, hát ez történik velük a felvidéki nótavárossal is, tehát egy felvidéki Bőzsi Szabó Lászlónak csak egy felvidéki Dóka Zsuzsa lehet a párja, legalábbis a színpadon, és hát erről fogunk énekelni.
szépen!